Hogyan lehet paródiát írni az első számú nemzeti versből úgy, hogy az senkit nem bánt meg? Arany ehhez is értett. És ahhoz is, hogy két sorral elintézzen egy országot megmozgató közéleti vitát. Akár csak a mai kor Twitter sztárjai. Arany Jánosra így egyáltalán nagyon jellemző a humor, az irónia, de az akadémiai papírcikkekben egy olyan hangnemet, egy olyan szintű viccelkedést látunk tőle, ami talán nem megszokott. Könnyebben elengedte magát, amikor az íróasztal fiókjának írt? Most úgy újraolvasva ezeket, hát nevettem, de ez egy keserű nevetés, tehát itt nyugosznak a honvédek, könnyű nekik, mert nem élnek, ezen nevettem, de hát ez nagyon fekete humor, és aki ezt mondja, hogy jobb nem élni, mint élni, vagy jobb hősként nem élni, mint túlélőként élni, annak hát nincs jó véleménye a világról és az alternatívákról, és nincs előtte pozitív jövőkép. Arany János nem ambicionálta azt, hogy ő legyen a színes zseni, mert egy nagyon szerény ember volt, legalább akkora zseni volt persze, mint Petőfi, de nem zseniként viselkedett, de nagyon hiányzik mellőle szerintem. És aztán, amikor ezeket írja, addigra már Tompa is meghal, és a Tompa halála kapcsán is egy ugyanolyan fanyar szövegben búcsúzik tőle, mint amilyenekről most beszélünk. Nagyon érdekes tulajdonképpen, hogy manapság valaki egy ilyen gyászverset írna egy éppen meghaló aktuális irodalmára, azt hiszem, hogy megsértődnének rá. Ezeket az aranyszövegeket, például a Tompa Mihályról írottat, azt nagyon sokszor hallottam kitűnő emberektől, nagy derűvel és szeretettel idézték Lator László szájából, akár a szemináriumokon, akár a lyukasórai fellépéseken, többször hallottam. Nálunk általános iskolában azt, hogy mindenki ismerte a Hasadnak légy híve, és hogy mi szükség volt vajon arra, hogy ezt a verset átírja. Hogy kezdjem azzal a személyes dologgal, hogy nekem nagyon nagy öröm egyébként, hogy Arany egy ilyen vers átiratot írt, lévén, hogy én magam is elég sok verset átírtam, egyébként sok arany verset is, és azért van, amikor nekünk szegezik, hogy ez a apám Kakasa és pont a Szilágyi Erzsébet e-mailjét megírt a könyveink Lackfi Jánossal, hogy nekünk szegezik, hogy hát hogy merjük, hogy nem szégyeljük magunkat, hogy miért nem saját verset írunk. A fekete router. Szilágyi Erzsébet e-mailjét megírta, emotikonokkal azt is telesírta. Fiának megy a mail London városába, ahol az mosogat egy sötét kocsmába. Maga Arany János is csinált ilyet. Ha a mester megtehette, akkor mi is megtehetjük. Tehát ez mondjuk a személyes megerősítés, amit Arany Jánostól így privát üzenetbe kaptam. Szerintem ez nagyon fontos. Tehát azt látta szerintem Arany, hogy kiegyezés utáni Magyarország már akkor jó beindult a kiegyezés, már mentek a különböző panamák, korrupció, amit egyébként részben azzal magyarázok, hogy nem bírtak a magyarok 48-ból engedni, de akinek meg muszáj volt, vagy az élet elkapta és jól is élt belőle, az meg befelé, tehát hogy belevetette magát a mindennapi jólétbe, és hogy hagyjuk most már az ideálokat, és akkor Arany ezt írta meg nagyon pontosan, hogy körülbelül ennyi maradt nektek. A szózatból az, hogy Hasadnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Nem lett túl profán az átirat, nem mondhatjuk azt, hogy ez már szentségtörés? Hát én azt gondolom, tovább mondani azt, amit az elődök mondtak, beszívni a levegő gyanánt, a hagyományt, és utána a magunk módján újra formálni. Azt hiszem, hogy ez nem, tehát ők sem szentségek akartak lenni, hanem szövegeket akartak írni, tehát olyan algoritmusokat, amik beleragadnak az emberek agyába, és ezeket mondjuk mi tovább. Hát maga Arany János megírta, hogy Hasadnak rendületlenül légy híve, ó magyar. Nem azért, mert nem tisztelte Kölcseit, vagy nem tisztelte Vörösmartit, hanem éppen azért,
Mert hogy ez olyan jó mintázat, hogy ezt lehet tovább formálni. Vagy megírta Tóth Árpád, hogy egy gondolat bánt engemet lóverseny nélkül halni meg. Egyszerűen, mert jól esik tovább mondani, tovább dúdolni a slágereket, tehát hogyha valaki a millió rózsaszát dúdolja, vagy egy kis másképp énekli, vagy kifordítja, akkor belül van egy hagyománya, egy dal hagyományon, egy vers hagyományon. Ha Arany János olvasna az átiratát, mit csinálna? Nevetne esetleg, rágyújtana a pipájára? Nem tudom, én egy valószínűleg kedélyes és kollegiális ember lehetett, ugye ezt a leveleiből tudjuk, hogy a Petőfi Sándorra való levelezését csak ajánlani tudom mindenkinek, sőt ebből színpadi változat is készült, úgyhogy azt is nagyon ajánlom mindenkinek, Vecsei H. Miklóséknak a koncepciójában. Tehát, hogy elképesztően közvetlen, kölykös, jó fej volt a mai szóval, jó arc volt Arany János, amellett, hogy rengeteg kétely, meg önvád, meg önemésztő dolog volt, amit szintén megírt Petőfinek, akire egyetlen egyszer találkozott egész életében, de úgy beszélgetett vele szinte a levelekben, mint ahogy ma Messengeren, vagy WhatsAppon, vagy nem is tudom, mint beszélgetnek egymással az emberek, tehát teljesen közel voltak egymáshoz, szinte érezni a levegőt. Nagyon érdemes ezekbe a levelekbe beleolvasni. Miért nem ezeket a humorosabb verseket tanulják általános iskolában? Értem én, hogy nem értenék valószínűleg, hogy ez igazából miről szól, de nem az a fontos, hogy először közel hozzuk a diákhoz a verset, az irodalmat, és utána értse meg, hogy igazából mi miről szól? Hát ez a kérdés nekem a szívemből szól, mert én is azt gondolom, hogy át kéne gondolni, hogy mivel kezdjük a tanítást. Tehát, hogy pontosan hozzuk közel az irodalmat, szerettessük meg az irodalmat, szerettessük meg a szerzőket, azon az úton, ahogy meg lehet. Tehát, hogy lehet, hogy ez a toldi, ezen el kell gondolkodni, de lehet, hogy máshonnan kéne. Például, ha Petőfi, akkor lehet, hogy nem a János Vitéz, hanem a Helyiség kalapácsa. Arany Jánosnál, hát a nagyidai cigányok a toldi helyett csuda tudja, egyébként lehet, hogy működne. Tehát, hogy sok mindenről lehetne beszélni, tényleg egy humoros szöveg. A gyerekeknek van érzékük a humorhoz, egyébként mindent megértenek.